Tehát amikor tegnap ezt kiraktuk, hogy 2017 óta mi már ismerjük egymást, az elég nagy port kavart. Utána elkezdett engem lerázni. Hát még jó, hogy mert olyan friendzomba rakta eddig, hogy a szemem kigördült a helyére. Mit gondoltál? Én megmondtam a Bencének, hogy én nem szeretnék kapcsolatot, mert nekem volt egy... Nem ezt mondjam? Mondom, én nem mondhatnám, én is fogom mondani. Hát? Nem. Hát? Én nem gondoltam át a gondolataim. Szia! Nem, várj! Edike, hogy köszönjük! Erre tudod, hogy rázumolok 100%-ba. Most akkor megmutatjuk a mágnest meg a könyvet is. Igen. Össze fognak ragadni a beleit. Na, hál' Istennek. Sziasztok, én Bence, és ebben a videóban velem tart a gyönyörű szép szerelmem. Edina. El kellett gondolkozni a nevemen. Gratulálok, Helcsú Edike. Tehát ebben a videóban nem más fog történni, mint elmeséljük nektek a szerelmünk történetét, hogy hogyan ismerkedtünk meg, mert amióta mi együtt vagyunk, ez az egyik legnagyobb kérdőjel bennetek. És ugye azt is ígértem, hogy lesz olyan videó, hogy mit kaptam karácsonyra tőle, meg a családtól, meg ilyenek, az a videó pedig, ha minden igaz, hétfőn vagy kedden fog érkezni, úgyhogy ja, és akkor nyomjuk. Tehát amikor tegnap ezt kiraktuk, hogy 2017 óta mi már ismerjük egymást, az elég nagy port kavart, és ezt szeretnénk most elmagyarázni, hogy ez hogyan lehetséges, meg hogyan ismerkedtünk mi meg akkor, és abból hogy lett az, ami most van. Ennyi. Edina, hát így a lehetőség, hogy egy lájkos dumával kifejezd hangodat. Hát jövök a szokásossal. Szihetetlen. Ennyi. Ja, meg a másik, hogy Edikének mindenről van screenshotja, meg minden neki fel van írva. Azokat majd megpróbálom bevágni a videóba. Mindben rád nézek, és akkor majd te folytatod. Az lesz a jel, hogy rád nézel? Igen. Nem tudok rád nézni. Tehát az egész ez úgy kezdődött, hogy 2017-ben én megláttam egy nagyon csinos, szép csajszit az egyik közösségi oldalon, valószínűleg Instagramon. Tehát az a lényeg, hogy láttam, hogy van egy születésnapi Instagram sztoria, és én erre írtam, hogy boldog születésnapot. Nem tudom kinek. Nem tudom kinek, mert ketten voltak a képen, és utána kiderült, hogy nem neki volt születésnapja, hanem egy barátnőjének. Erre visszaírt azt hiszem annyit. Másnap. Már másnap, meg is tisztelt azzal, hogy visszaírt egy annyit, hogy... Azt mondjuk nem értem, köszönöm. Hogy miért, azóta is bánom. De visszaírtam, hogy köszönöm, nem nekem van. Elkezdtünk beszélgetni, de én alapból utálok Instagramon beszélgetni, úgyhogy megpróbáltam átcsábít. Mi van Edike? Itt van fókusz? Én nem tudom. Olyan, mintha nem lenne. Ezek után pedig megpróbáltam átcsábítani Messengerre, mert én Messengeren úgy gondolom sokkal személyesebben lehet beszélgetni. Úgy kezdted, hogy elkezdted írni, hogy fú, biztos sok csávú írogathat neked, és hogy mit tudom én, és akkor elkezdted írni, hogy te neked vannak nagyon vicces, csajozós dumáid, és hogy hadd küld már el, ezért beszéljünk Messengeren. Biztos nagyon vicces. Kicselezett, és akkor elkezdtünk Messengeren beszélgetni. És én szerettem volna találkozni Luizival, de... Hát, de már második héten rám hát nyomult a pali. Jó van már. És ő meg nem szeretett volna találkozni velem. És így esik az esőt. És utána találkoztunk, ami tök jól sikerült a találkozó szerintem. 2017. ősz. És akkor mi kétszer találkoztunk, majd a második találkozó végén... Mi van? Nem, én megmondtam a Bencének, hogy én nem szeretnék kapcsolatot, mert nekem volt egy... Nem ezt mondjam? Mondom, én nem mondhatnám, én is fogom mondani. Szóval... Tapsos segít. Szóval én nem akartam a Bencével kapcsolatot, mert nekem előtte volt egy nagyon hosszú kapcsolatom, ami azelőtt ért véget... Nem sokkal. Bencének így megmondtam szépen, hogy szerintem csak legyünk barátok, meg hogy beszélgessünk. Hát tulajdonképpen én atom friendzomba rakottan ő, de olyan friendzomba, hogy így... De nagyon szimpatikus volt már akkor is, meg nagyon jól elbeszélgettünk gondolom. Együtt. Na! Utána mi ugye úgy beszélgettünk, hogy napi szinten mindent tudtunk egymásról, és utána nagyon hiányzott, hogy utána elkezdett engem... lerázni. Hát még jó, hogy mert olyan friendzomba rakta eddig, hogy a szemem kigördült a helyére. Mit gondoltál, hogy utána besztizünk még egész nap? Hát persze! És nagyon hiányzott, hogy már nem írogatott úgy, mint előtte. Ezután egy pár hónappal én összejöttem valakivel, akivel másfél évig voltam együtt. Őnek is ment az élete, Edinának is ment az élete külön, meg nekem is ment az életem. Tehát eltelt ez a másfél könyörtelen év, és ezután...
Ezután én szakítottam a barátnőmmel, és hátra dőlök Edike, mert nagyon fájnak. Na. Mondja életem. Így rendrakom a kezem, így. Zsa. Szép. Tehát itt volt 2019 nyara, ahol a mi kapcsolatunk igazából elkezdődött. Újra. Vagy újra. Fellángolt. Igen. Zavarba vagy, mert szerelmes vagy belé, és a szürke melegítő nadrajó. Remélem, mindjárt elkezdenek flexelni. 2019 nyarán kezdődött a mi kapcsolatunk igazán kapcsolat lenni, egy nagyon érdekes véletlen folytán, ugyanis én a családommal Görögországba mentem nyaralni azon a nyáron, és az egyik nap ültem a tengerparton és telefonozgattam, mert nincs életem, és jött egy Instagram üzenet Edina Luisa Instagramtól, hogy szia! Én is ugyanott voltam, ahol a Bence, egymástól 10 percre volt a szállásunk, és én is ugyanúgy a családommal voltam, mint ő, és akkor elkezdtünk beszélgetni Instán, és még aznap este találkoztunk, ott kint Görögországban randiztunk együtt sötétben a tengerparton, a mekinél sékeztünk, jó, ezt ne vágj bele. És onnantól elindult ez az egész lavina. Másfél év teljes kihagyás után ugyanarra a szigetre ugyanakkor menni nyaralni. De teljesen az... ugyanazon a napon. Ugyanúgy. Igen, úgy kettő-keddig voltunk, aztán vagy tök mindegy, és akkor úgyhogy olyan nagyon durva, ez mindenképp nagyon durva. És a másik nagyon durva dolog, hogy ott voltunk Görögországban este, sétálgattunk egy ilyen sétáló utcába. Mondjad. Na szóval, ott randiztunk ugye a tengerparton este, és akkor elkezdtünk beszélgetni, hogy még ti mit fogtok itt csinálni, amíg itt vagytok, és akkor Bence elkezdi mondani, hogy hát megyünk majd egy ilyen hajó kirándulásra, mondom, nem, nem, ilyen nincs. Én is. Volt 5000 millió program, és mind a ketten ugyanarra fizettünk be. És akkor a hajó kiránduláson is együtt voltunk, és találkoztak a családjaink. Akkor még egyébként olyan konkrét közeledés úgy nem nagyon volt. Hát inkább az első randi nem volt közeledés, ott kint Görögben. Uh-huh. És akkor a második végén már éreztük, hogy azért ebből lehet, hogy lesz valami. Együtt úsztunk a tengerbe. Nem, én úsztam, és toltalak téged a felfújhatós traktorgumiba, mert te nem voltál hajlandó evezni, és ez még anyukád is mondta, hogy te miért nem evezel. Napoztam. Napoztattad a testedet, Edike. Igen. Na, az a lényeg, hogy... ezek után, miután mind a ketten sokkos állapotban voltunk, és nem hittük el, hogy ez tényleg velünk történik, mert tényleg olyan volt teljesen, mint egy álom, mert ilyen, erre null, erre nagyon kevés esély van. Annyira szép volt. Mint te. Mm. Tehát erre tényleg nagyon kevés esély van, hogy véletlenül valakivel pont ugyanoda mész nyaralni, ráadásul olyan valakivel, akihez már volt valamilyen szinten közöd a múltban. Egyébként onnan van ez a hűtőmágnes is. Most elment veled a fókusz, na mindegy! Bencu és Lújdesz. És hogy mikor voltunk együtt ott. Igen, igen, a hazaérkezés utáni következő napon már egyből találkoztunk, és fotóztunk talán, vagy valami ilyesmi. Akkor csináltad róla a kocsis képet. Igen, akkor csináltam rólad azt a kocsis képet, ami azóta fenn van amúgy Instán. És ennek a randinak a legvégén elmentünk megint a McDonald'sba, és egy nagyon kínos pillanatot követően megvolt az első csókunk. Megmutassuk? És akkor az első csók után... nem minden jött magától. És akkor onnantól már úgy beindult az egész szerkezet, akkor voltunk rá nem sokkal egy nagyon jó barátomnál egy házi buliban. Shout out to Vajda Tomika! Utána pedig szigeten voltunk. Ráckeve. Azt mondhatod te. Oh. Mondta, hogy megy Ráckevére. Mondom, mi? Hát, hogy nekik ott van telkük. Mondom, mi? Hát én családi nyaraló voltam. Igen. Mondom, ne, ezt nem viszem el. Mondom, nekünk is Ráckevén van nyaralunk. De úgy
15 éve. Ja, hát, ja. És akkor már elvileg ott is összefuthat... Igen, összefuthattunk. Elvileg ott is összefuthattunk volna már. Amúgy lehet, hogy láttuk is egymást a piacon, vagy ilyesmi, vagy nem tudom. Lehet rá esély, hogy mi már korábban is összefutottunk, és nem is tudtunk egymásról. Ügyes baba vagy! És akkor eltelt a nyár, és Bence pedig már azelőtt, mielőtt én lettem volna, kinézett egy albérletet, ami tőlem, az én lakhelyemtől 10 percre van. És Bence ugye ide költözött, úgyhogy azóta pedig töretlenül együtt vagyunk. És tényleg ez is nagyon durva, hogy én már azelőtt az ő környékén néztem lakást, tudtam volna róla, hogy ő... Úgy én ő. Leszek majd. Igen, igen. És szerintem, ami a legfrissebb és legkomolyabb pont a kapcsolatunkban, az az én balesetem. Ugyanis mindketten úgy gondoljuk, hogy ha ezt át tudjuk ilyen fiatalon ketten vészelni, és ki tudunk tartani a másik mellett, és akkor... És fogunk. Igen, akkor... Már nem sok van. Hát igazából, de... Nagyon gyorsan eltelt ez is. Ha neked biztos, nem rajtad valami erevítő. Tehát az a lényeg, hogyha ezt túléljük ketten, akkor mi már örökre együtt leszünk, mert ez nagyon megerőltető egyébként. Tehát Edinának is, a családomnak is, meg nekem is, ez mindenkinek egy hatalmas stressz, aggódás, odafigyelés, és ha valaki ezt kibírja a másik mellett, akkor ezután már nincs olyan dolog, ami szerintem el tudna választani. Nem? Így van, Bob. Mutasd meg a szerelmünk lapjait, Bob! Na és akkor elmondom a történetét ennek, jó? Na, és akkor a mi kis szerelmünkről, mert annyira különleges a mi kapcsolatunk szerintem, hogy ilyen nagyon ritka. Elkezdtünk írni, vagyis hogy én elkezdtem írni egy kis naplót, ami a megismerkedésünktől egészen így a napjainkig tart. Ezt most egészen így a napjainkig tart, és ebben mindig írni fogom majd az ilyen fontosabb eseményeket, hogyha valami nagy dolog történik velünk. Most azt például nem írom le, hogy ma ettünk, aludtunk, de igen. És akkor ez örök így lesz nekünk, és majd megmutatjuk a babáinknak. Igen. Félrenyeltem a vizet, ne haragudj meg. Nem mondtunk minden, nem szerelmem? Nem tudom. Nem mondtunk ki semmit, nem? Hallod, hogy veleti a soppent a nő? Na, srácok, igazából ez a mi történetünk. Szerintünk nagyon különleges, bárkinek, akinek meséltük, barátainknak szerintük is. Szóval... Mind a ketten örülünk, hogy nem akkor jöttünk össze, mikor először találkoztunk, igen. Mert mind a kettőnknek kellett ez a másfél év, hogy tapasztaljunk rosszat, és hogy aztán jöhessen a jó, és tudjuk egymást értékelni. Igen. És azért vagyunk most együtt, és nem 2017-ben. Love you. Love you. Na srácok, és akkor ebben lesz az elköszönés, mint köszönjük, hogy megtekintettétek ezt a videót. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, feliratkozni a videóval tudtok. Tali a kövi vidi, és akkor jön majd a karácsonyi haulos cucc. Ez kicsit sok volt. Na cső. Hello, hátsó, én. Jó. Hátsó. Tü-tü-tü-tü-rü-rü-rü-rü-rü-rü. Ú, lábi, ú, lábi, lábi, állá.